szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni. 3,5 éve játszottam utoljára Budapesten, de egyébként majdnem, hogy mindenhol, azaz sehol sem, hiszen ez a 4. koncertünk a turnén, és nem gondoltam volna, amikor 2019-ben lejöttem a Sportcsarnok színpadáról az Omega koncert végén, hogy legközelebb itt találkozok majd veletek, hiszen akkor arra készültünk, hogy 2020-ban is ugyanannyit fogunk játszani az előző évben. Tehát tudjátok, hogy a sors máshol hozta. A születéséről beszélünk, a gyülekezet születéséről kell beszélni. Budapest 3. gyülekezetéként jött létre a Kőbányai Református gyülekezet. Korábban a jelenlegi Kálvin térre, akkor Széna térre jártak a református hívek templomba. Még nem aztán 1884-ben egy dr. Berecki Endre nevezetű körzeti orvos gondolataként összegyűjtötték, összeírták a Kőbányán található református atyafiakat. 732-en voltak már akkor reformátusok itt Kőbányán, és ez a létszám aztán már lehetőséget adott arra, hogy Szász Károly püspökhöz forduljanak, hogy egy saját lelkipásztort kérnek, akit meg is kaptak közelesen, és 1885. május 24-én, Pünkösd első napján tartották az első református istentiszteletet, ahol Szabó Aladár, a későbbi belmisszió atya tartotta az első istentiszteletet. Akkor még ez a templom természetesen nem állt, a Füzér utca 17 szám alatt egy családi házban tartották az első istentiszteletet. Ez az első nagy mérföldkő gyülekezetünk életében. Thank you.
bizottságot a gyülekezetből, akik templomépítő bizottságot tulajdonképpen, akik felkeresték a főpolgármestert, az akkori főpolgármestert, és kértek egy telket a templom építéséhez. És ezt a helyet találták megfelelőnek, ugyanis akkor itt volt Kőbányának a központja, tehát a város központja. És 1900 karácsonyára készült el ez a templom parokiával együtt. Zsodics Lajos tervezte a templomot, neogótikus stílusban épült. Több pályázatot beadtak természetesen a templom építésre, de ez a Zsodics Lajos nevezetű fiatal tervezőmérnök nyerte meg a pályázatot. Ahogy említettem, neogótikus stílusban épült, 1900 karácsonyán vette birtokba a gyülekezet a templomot, alig egy esztendő alatt épült fel a teljes templom és a teljes parókia, úgyhogy hihetetlen munkát végeztek akkor az emberek. Természetesen még 1900 karácsonyán nem volt szószék, nem voltak padok, székeken ültek az emberek, majd később tudták pótolni ezeket a belső dolgokat. Ha valaki a templompadokat megnézi, akkor rögtön a stílus valahol beugrik, az országház bútorzata hasonlít ehhez. Tudnék, ugyanaz a Ték nevű cég, Ték Endre cége készítette az országház bútorzatát, az országgyűlés bútorzatát, mint a mi kőbányai templomon bútorzatát. A parlamentben 56-ban felgyújtották azt a bútorzatot, és ez az eredeti bútorzat az ő munkásságából, ami fennmaradt. Az orgonát eredetileg a Ecseri úti katolikus templom számára készítették, Németországból hozták. Ez egy Riegel orgona, egy 26 regiszteres Riegel orgona, de ott valamiért nem kellett, vagy nem tudták átvenni ezt az orgonát, így aztán hozzánk került, ezért is van egy kereszt a tetején, az orgona tetején, csúcsán. Sokan megkérdezik, hogy református templomban miért kell kereszt az orgona tetejére. Hát ez a története eredetileg egy katolikus templomban készült, ez a Riegel orgona. A szószékkel szemben lévő kerek ablak, ott is található egy kereszt, és az azért van, mert együtt 30 éven keresztül együtt használták a reformátusok az evangélikusokkal, tehát a reformátusok beengedték az evangélikus testvéreket, és ők is ezt a templomot használták 30 éven keresztül, ameddig megépült az evangélikus templom. Megszólal egy kis harang, és válaszol rá ágyú a három harang van a templomban. A II. Világháború során elvitték a két kis harangot, amit aztán 2000-ben öntöttek újjá. Az egyik a békeharang, a másik pedig sós Géza harang, emlékharang. Emlékharang. Nagy harang, az 1423 kg-os, az a helyén maradt a háború idején is. Nyilván minket sem kímélt meg a háború. Lőrések meg repedések történtek, nagy kár, hál' Istennek nem történt. Amikor mi idejöttünk, akkor már a felújított állapotban kaptuk a templomot. 2000-ben egy óriási külső-belső újjáépítésen esett át a templom, és akkor javították ki. Szomorú, boldognak látok majd minden embert. Kis harangot önt, vándorruhát önt, a harangot, a világot bejárja.
hogy senki meg nem volt, s nevet rajta mindenki, ha látja. Ugyanakkor 56 nyomot hagyott a templomban, mert beesett a templom közepére egy gránát, csak nem robbant fel, tehát volt olyan is, itt a templomban vannak olyan padok, ahol ki kellett javítani, mert kisebb robbanás is volt és kiszakított a padokból, tehát 56 elég súlyos nyomot hagyott a templomon, és annak a nyomai látszanak kívül is a templomon, ezt direkt nem javították ki annak idején, hogy ez legyen egy olyan emlék, hogy igen, egy emlék, hogy azért a templomokat is lőtték. Ha álmaid játszanak veled, meglátod őt és a rabulait a vágy, hiába követed, nem éred el a nyári éjek asszonyát. Nagyon nehéz megfogalmazni röviden, hogy mi a különbség a római katolikus és a református vallás, illetve teológia között. Alapvetően nagyon lényeges teológiai, dogmatikai különbségek vannak. Kezdve ott, hogy náluk 7 szentség van, nálunk 2 szentség, illetve sákramentum van, a keresztség és az úrvacsora. Ez az egyik. A másik a kereszt, mint olyan, de ez már a névben is megmutatkozik, ők úgy mondják, hogy keresztények vagyunk, mi meg keresztények vagyunk, ők a keresztre vezetik vissza a keresztény szót, mi pedig a szláv keresztján, tehát keresztényként ejtjük ezt a szót. A fiatalok jöjjenek hozzánk bátran, a legtisztább, legszebb vallás a református vallás, sallangoktól mentes, őszinte, emberközeli, emberbarát, nálunk nincsen celibátus. Vannak a templomunkban koncertek, elég gyakran. Őszi időszakban szoktak lenni úgynevezett orgonamesperások, amikor minden vasárnap este más-más orgonistát hívunk meg, más-más orgonistát hallhatunk itt a templomban egy nagyon rövid igehirdetéssel, imádsággal egybekötve. Ezt nagyon szeretik nem csupán a hívők, hanem a város más kerületeiből is előszeretettel jönnek ezekre a hangversenyekre, ezekre a vesperásokra. Ha visszatérünk az Omegára, akkor azt tudom elmondani, hogy egyszer megkerestek telefonon, hogy eljönnének és megnéznék ezt a templomot. Jöjjenek el, nézzék meg a templomot, megtetszett a templomnak a milliója, maga a templom. Mi természetesen azt mondtuk, hogy igen, ha és amennyiben olyan számok, olyan muzsika hangzik el, ami a templomhoz illendő és illik, akkor természetesen jöhetnek. Nem csupán úgy tudunk missziót alkalmazni, hogy így nevezzem, vagy missziót folytatni, fiatalok felé is ezt tudjuk üzenni. Az ajtónk, a templom ajtója, a paroki ajtója mindenki előtt nyitva van, bármilyen kérdéssel, bármikor, mindenkit szeretettel várunk.
szeretném megköszönni a kedves vendéglátást, az, hogy itt lehettünk nálatok, hogy 3,5 év után ismét Budapesten gitározhattam, és hogy ezt pontosan itt, Isten házában tehettem. Köszönöm szépen!